A járványügyi korlátozások feloldásával újraindult az illegális migráció is Európa felé, különös tekintettel a Földközi-tenger keleti medencéjére, tehát a Törökországon, Görögországon, majd a Balkánon átvezető útvonalra. A menedékkérők és az illegális bevándorlók száma negatív rekordot döntött áprilisban, de az elmúlt hetekben megfordult a tendencia. Erről tárgyalnak az uniós belügyminiszterek két napon át Bécsben. A házigazda osztrák belügyminiszter szerint a határvédelem kérdésében a tagállamoknak össze kell tartaniuk. Ausztria minden módon kész segítséget nyújtani Görögországnak. Másik fontos feladatuk hatékonyá és közérthetővé tenni a menedékre nem jogosultak visszafordításának mechanizmusát. És harcolni kell az embercsempészet ellen. Az unió külső határainak védelméért felelős ügynökség a Frontex adatai szerint májusban a legforgalmasabb balkáni útvonalon körülbelül 4300-an próbáltak illegálisan bejutni az Európai Unióba. A kontinens északi partvonalának védelmére a francia és a brit kormány közös szervezetet állított fel rendőrökből és a biztonsági szolgálat embereiből. El kell fogniuk az embercsempészeket és meg kell akadályozniuk, hogy átjussanak illegális bevándorlók a brit szigetekre. Az uniós belügyminisztereknek úgy kell megoldást találniuk a jelentős belső feszültséget generáló kérdésre, hogy ne bűnözőként kezeljék az illegálisan érkezőket, akiknek ugye a nemzetközi egyezmények szerint személy szerinti elbírálást érdemel.